tömböt tartalmazó struktúrák. Az érdeklődők kedvéért megmutatom, hogyan kezelhetünk olyan struktúrákat, melyeknek van tömb típusú mezője. Ne felejtsük el, hogy a struktúrával típus definiálunk. A definíció során még nem történik helyfoglalás a memóriában, ez csak a struktúra típusú változók deklarálásánál történik meg. Ezért aztán a tömb típusú mezőnél nem adhatjuk meg a maximális indexet, ezzel ugyanis helyet foglalunk a tömbnek a memóriában. Mivel nem jön létre a tömb, nem is inicializálhatjuk az elemeit. Egyébként a tömb típusú mező deklarációja ugyanúgy történik, mint bármely más típus esetén. Persze, mint megbeszéltük, a zárójelet üresen kell hagynunk. Itt akár többdimenziós tömb is szerepelhetne. A tömb méretét, azaz maximális indexét a struktúra típusú változó deklarálása után adhatjuk meg. Erre például a redim utasítást használhatjuk. Ez egyben azt is jelenti, hogy az ilyen típusú változóknál a tömbök akár eltérő méretűek is lehetnek. Ügyeljünk arra, hogy ha magát a struktúrát tároljuk tömbben, akkor minden egyes tömbelemre el kell végezni a méretezést. Ehhez például a redim utasítást egy ciklusban helyezzük el. Példaként hozzunk létre egy új projektet 5 tusa néven. Az űrlapra tegyünk fel egy parancsgombot és egy címkét. A projekthez adjuk hozzá az 5 tusa adatmodult, amely a forrásfájlok között található. Az adatmodul egy 5 tusa verseny résztvevőit és eredményeiket tartalmazza. A név tömbben találjuk a versenyzők nevét, a versenyszám tömbben soroltuk fel az egyes sportágokat, végül a pont kétdimenziós tömb megadja, hogy a versenyzők hány pontot értek el az egyes versenyszámokban. A kétdimenziós tömb egy-egy sorában egy-egy versenyző pontszámai láthatók a különböző sportágakból. Figyeljük meg, hogy minden tömb a nulla indexű elemtől kezdve tartalmaz érvényes adatokat. A versenyszám tömböt változatlanul hagyjuk. Még egyszer megjegyzem, hogy az elnevezések felsorolása nulla indexel kezdődik. Erre a későbbiekben majd ügyelnünk kell. A versenyzőkre vonatkozó adatokat átalakítjuk. Egy-egy versenyző nevét és eredményeit struktúrában tároljuk. A nevét a névmező, a pontszámait viszont a pontok tömb adja meg. A struktúrákat a versenyzők tömbben helyezzük el. Sem ennél, sem pedig a pontok tömbnél nem használjuk fel a nulla indexű elemeket. Programunkat könnyen kibővíthetjük más sportágakra, például a triatlonra vagy a tízpróbára, ha a versenyágak számát változóként kezeljük. Ezt darabbal fogjuk jelölni. Definiáljuk tehát a struktúrát a két mezővel. Emlékezzünk vissza arra, hogy itt nem adhatjuk meg a pontok tömb méretét. A struktúrákat a versenyzők tömbben tároljuk. Ennel jelöljük a versenyzők számát, és, mint említettem, darabbal az egyes versenyágak számát. Mivel nem akarjuk kihasználni a nulla indexű elemeket, mindkét változó értéke egyel nagyobb, mint az adatmodul megfelelő tömbjének a maximális indexe. Miután tudjuk a versenyzők számát, méretezzük a tömböt, ezt a deklarációban nem tettük meg. A pontos méretre a tömbmetódusok felhasználása miatt van szükség. Lássuk az adatok beolvasását, ehhez most nem fájlt, hanem az adatmodult használjuk. Először deklarálunk két ciklus változót, melyeket majd egyéb célokra is alkalmazunk, majd következik a versenyzőkre vonatkozó ciklus. Átmásoljuk a nevét a versenyzők megfelelő tömbelemének név mezőjébe. Mivel az eredeti névtömb nullával kezdte az érvényes adatok indexelését, ügyeljünk az indexek megfelelő alkalmazására. Ez éppen olyan, mintha a fájlból olvasásnál a split metódussal vágtuk volna fel a temp tömböt. Figyeld meg, hogy itt a név azonosított két különböző célra használjuk. Egyrészt egy tömböt jelöl, másrészt pedig a versenyzők tömb egy mezőjét. A Visual Basic nem téveszti össze a kétféle értéket, mert a mezőnév előtt mindig kell szerepelnie egy minősítésnek, vagy legalább egy pontnak.
Ha téged zavar ez a megoldás, akkor a mezőnek nyugodtan válasz egy másik azonosítót. Következik az ijedik versenyző struktúrájában a pontok tömb méretezése. Ezt a redim utasítással tesszük meg. Így már átmásolhatjuk az eredeti tömbből a struktúra tömbjébe a pontszámokat. Itt is ügyeljünk az indexelésre. A pont tömbben mind a sorokat, mind az oszlopokat nullával kezdtük indexelni. Kissé áttekinthetőbb a ciklus, ha minősítő blokkot használunk. Ez pontosan megfelel az előző utasítássorozatnak, csak a mezők előtt elhelyezkedő pont elé nem kell kiírnunk a tömbelemet minősítésként. Határozzuk meg, hogy az egyes versenyzők mennyi pontot értek el összesen. Minden egyes versenyzőre elvégezzük a pontszámok összegezését. Először nullázzuk az összeget tartalmazó változót, majd egy ciklussal végigmegyünk a versenyszámokon. Az ijedik versenyző ijedik versenyszámból elért pontszámát hozzáadjuk az eddigi összeghez. Minden egyes versenyzőre, tehát a versenyzők ciklusán belül kiírjuk az eredményt. Az összpontszám mellett persze megjelenítjük a versenyző nevét is. Lássuk ugyanezt az összegezést tömb metódussal elvégezve. A versenyzőkre vonatkozó ciklus természetesen marad. Ügyelnünk kell arra, hogy a tömb metódus a pontok tömb összes elemét össze fogja adni. Nem befolyásolja az összeget, ha az általunk fel nem használt nulla indexű tömbelem értékét nullának tekintjük. Ezek után metódus hívással határozzuk meg az összeget. Figyeljük meg a hivatkozást. Az ijedik versenyző adatait tartalmazó struktúráról van szó, a pontok mező elemeit összegezzük. Mivel ez tömb, meghívhatjuk a sum tömb metódust. A kiírást ugyanúgy végezzük el, mint az előbb. Próbáljuk ki. Remélem, a kétféle módon meghatározott pontszámok megegyeznek egymással. Lássuk egyes versenyszámonként a győzteseket. Ez azt jelenti, hogy a pontszámokat tartalmazó táblázat minden egyes oszlopára meg kell határozni a maximális értéket, és azt, hogy ezt melyik versenyző érte el. Emlékezzünk vissza arra, hogy a versenyzőket I-vel, a pontok tömböt pedig J-vel indexeljük. Ehhez következetesen ragaszkodva könnyebben át tudjuk tekinteni a forráskódot. Egy ciklussal sorra vesszük az egyes versenyszámokat, azaz táblázatunk egyes oszlopait. Minden egyes oszlopra maximum kiválasztást végzünk. Először egy nagyon kicsi értéket tekintünk maximumnak. Majd végignézzük a versenyzők ezen versenyszámból elért eredményeit. Ha az ijedik versenyző megfelelő pontszáma nagyobb, mint az eddigi maximum, akkor a továbbiakban őt tekintjük győztesnek. Feljegyezzük az indexét is. Gondold át még egyszer az I és J indexek használatát. Amint végeztünk egy versenyszámmal, tehát a beágyazott ciklus után, kiírjuk az eredményt. Ne felejtsük el, hogy a versenyszám tömbnél meghagytuk a nullával kezdődő indexelést. Lássuk, mit kaptunk. Íme az egyes versenyszámokból győztes versenyzők és az általuk elért pontszámok. Határozzuk meg ugyanezeket az értékeket tömb metódusok segítségével. Ebben az esetben ne felejtsük el a nulla indexű versenyző pontjait tartalmazó tömbjét is méretezni. Ezt eddig nem tettük meg. Sorra vesszük tehát a versenyszámokat. Bár megegyeztünk abban, hogy ezeket J-vel indexeljük, egyelőre egy másik indexet alkalmaztam. Mindjárt kiderül, hogy miért. Mivel a maximum kiválasztást végző tömb metódus a nulla indexű elemet is figyelembe fogja venni, ezért gondoskodnunk kell arról, hogy ez az érték biztosan ne legyen maximális. Írjunk ide például nullát. Következik a maximumot meghatározó tömb metódus hívása. Mivel struktúrákra alkalmazzuk, szelektor függvényt kell használnunk. Az aktuális versenyző pontjai közül kiemeljük a versenyszámnak megfelelő indexű értéket. Itt azonban egy érdekes dolgot tapasztalunk, a Q
kódszerkesztő aláhúzza a változó nevet. Az üzenet arról tájékoztat, hogy nem célszerű ciklusváltozót használni egy lambda kifejezésen belül, mert ez nem várt eredményekre vezethet. Ezért ezt az utasítást megjegyzésbe teszem, és mielőtt meghívnánk a tömbmetódust, egy segédváltozónak adjuk át a ciklusváltozó értékét. Így már nem jelenik meg a figyelmeztető üzenet. A kiíráshoz tudnunk kéne még, hogy melyik versenyző érte el ezt a pontszámot. A versenyző indexét a Find Index osztály metódussal határozzuk meg. A keresett elemet predikátum függvénnyel jelöljük ki. Arra a versenyzőre vagyunk kíváncsiak, akinek a pontok mezőjében a J indexű elem, azaz az aktuális versenyszámra vonatkozó érték megegyezik a maximummal. Ha megtaláltuk, írjuk ki. Megemlítem, hogy a Find Index metódus helyett használhatnánk a Find metódust is. Ez nem a keresett elem indexét, hanem magát a tömbelemet, azaz struktúrát adja visszatérési értékként. Ennek feljegyzéséhez szükségünk van egy ugyanilyen típusú segédváltozóra. A Find metódus hívásánál a predikátum függvény ugyanaz, mint az előbb. A kiírásnál azonban nem kell hivatkoznunk az ijedik versenyzőre, a Find függvény által szolgáltatott struktúra, név mezője megadja a győztes versenyző nevét. Megjegyzem, hogy a Find Index metódus visszatérési értéke -1, ha nem talált megfelelő tömbelemet. A Find metódus azonban ebben az esetben egy olyan struktúrát eredményez, melynek mezői a nekik megfelelő adattípus alapértelmezett értékével egyeznek meg. Ha ezek érvényes adatként is előfordulhatnak, akkor nem tudjuk eldönteni, hogy találtunk-e megfelelő elemet. Most ilyen gondunk nincsen, hiszen biztosan van olyan versenyző, akinek a pontszáma megegyezik a maximummal. A kétféle módon meghatározott értéket egy sorba iratom ki. Így könnyen össze tudjuk hasonlítani az eredményt. Futtassuk a programot. Itt láthatók a ciklussal, illetve a kétféle tömbmetódussal meghatározott értékek. Remélem, megegyeznek egymással. Javaslom, hogy írd meg a programot az eredeti adatmodulban lévő adatszerkezet felhasználásával. Azaz, egy kétdimenziós tömbben határozd meg az egyes sorok összegét, illetve az egyes oszlopokban elhelyezkedő értékek maximumát.